Adás, légy szíves, ehhez tartsd magad. Mit tudod megvalálni? Nem baj, de ez a mi rendezvényünk, mi vállaljuk a felelősséget, mi adjuk hozzá a nevünket, mindig akkor ez legyen így. Nem baj, mi egy szeretet fogtunk valami. Isten, tudod. Így az eredetihez tartjuk. Nem tudod, csak egy eredet. Hogy? Hogy? Szőke. Szőke. Jó, akkor szerintem menjünk. Majd utána, ha lejöttünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Valószínűleg vagyok, hogy ott van még sokáig. Bókalászlóan van a házadóházadóban. Debasi Tamás a Fejér Alasi Tanúsátők szövetségétől. Azzal a tisztelettel és kérésre fordulunk a civilek nevébe önökhöz, tudva azt, hogy az Echo TV általában a civilek hangját azt mindig nyilvánosságra hozta, bár szomorúan tapasztalom, hogy itt is változás történt, amiről majd Debasi Tamás fog beszélni. Én szeretnék átadni egy petíciót önöknek, azt kérve, hogy főműsorodjőben 10 percet kapassanak a derizával foglalkozó civilek, különböző szervezeteket, az emberek a közönség, a nagy közönség tájékoztatására, hogy van lehetőségük a derizaikkel kapcsolatban megoldásokat találni, hogy ne legyenek az emberek gyilkosok, hogy eljussunk hozzájuk, hogy elugráljanak az ablakokból, és ezért született ez a mai demonstráció. Ezt a petíciót átadnám, amilyen lehetőségük van, kérnék, hogy mielőbb érdemben válaszoljanak, nekünk az elérhetőségek benne vannak. Ezt kérnénk tisztelettel. Én csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy mennyire publikus az, hogy bennünket, civileket, illetve otthonvédő szervezetek vezetőit kitiltottak a mai naptól a televízióból, és soha nem fogunk adásidőt kapni, és hogy nem lehetünk itt bent. Ez az információ jött ki. Mi sem a Simo Endre, sem a Dam Andrea, sem a Debasi Tamás, sem a Balogh Béla név szerint le vannak adva, de innentől kezdve nem kerülhet be. Van erről pontos információ, hogy ez miért történt? Van erről pontos információ, hogy az igazgató úrnak a pesti hitele, a cége, aki átveszi a hitelt, az ingatlanokat és megszerzi a tulajdonjogokat, azt a TV háta mögött csinálja, vagy ez nyilvánosan csinálja, és az adósokat, ezeket a devizahiteleseket szándékosan szerzi így meg a tulajdonokat az ingatlanok felett, vagy ezt miért csináljuk? Van erről információ? Mi nekünk erről mind-mind van, és nem tudjuk elmondani a nyilvánosság előtt, hogy itt mit művelnek a hátterük. De ez nem nyilvánosság. Ezek azokat az emberek, azok az emberek nem hallják, akikre ez tartozik, akinek éppen mondjuk a pesti hitel vett el az ingatlanát, vagy a pesti hitelhez tartozó követeléskezelő csaló bűnöző cégek. És ezt miért nem mondhatjuk el a televízióba? Miért nem mondhatjuk el, és miért vagyunk mi ebben a televízióban, nem kívánatos személyek, és nem mehetünk be. Ha ez nem igaz, akkor a jövő héten biztosítsák a lehetőséget, hogy akár én, akár melyikünk bejöhessen a tévébe, és elmondhassa ezt. Ez a mai információ. Köszönöm szépen. Az Echo Televízió eddig is folyamatosan igyekezett ezen a témával foglalkozni, nem napi 10 percben, de heti rendszerességgel. Hol a napi aktuális című műsorban, hol a többiben. A Vámos Györgynek külön műsora is volt erre. Maszunk tették meg az utolsó műsora lesz. Ma lesz az utolsó műsora. Nem tudom, honnan veszi ezeket, de sajnos nem igaza. Be fogja mondani a tévében. Úgyhogy én ezzel a petícióval foglalkozni, erre reagálni fogom, de bizony szeresekkel tovább is foglalkozni. Ugye az a lényeg az egésznek, én elhiszem, hogy foglalkoznak folyamatosan ezzel a témával, de célirányosan egy-egy szervezetet behívni, tehát ez külön erre... Hát itt a bankhitelkárosultak egyesülete, Galcsikné. Ki? Galcsikné, a bankhitelkárosultaktól. Azt mondjam, ki? Nem adom a házamat, mozgalom, fehérkéményesetről, Koppány csoport, Mozdulj Magyarország, itt van a radikális bankellenes csoport, még egyet se láttam a tévében.
Tehát most ahhoz képest, hogy ma ön azt mondja, hogy folyamatosan hívnak be, ezek közül van itt 15 szervezet, egyet nem hívtak még el. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a szervezeteknek lenne lényegi mondani valójuk, el tudnák mondani egész más megvilágítás a devizahiterről a problémákat, mint akiket behívnak, és akkor próbálott simulósan elmondani néhány dolgot. Mi nem akarunk simulósan elmondani, mi a valóságot akarjuk elmondani, mert igazságot szeretnénk. Elnézést, mielőtt elmondani, ilyen szíven minden melegéből üdvözlöm. Ön volt az egyetlen egy ma, aki emberileg állt ez a dologhoz. Minden tiszteletem az öné, én a népem nevében tisztelettel megköszönöm ezt a nyitottságot, és kívánom, hogy Isten áldja minden lépését, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy mi a magunk nyelvezetért, magunk népének egyszer-kétszer el tudjuk mondani a rideg valóságot. Isten áldja! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!